Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Elfolyik vagy kifolyik a kezünk közül? Hogyan használjuk a Dunát? Legnagyobb folyónk és környéke felbecsülhetetlen értéket jelent mindannyiunk számára. A folyó mellékágai, ártéri, erdei, gyepei gazdag élővilágot, a kavicságyok mélye pedig hatalmas és olcsón kinyerhető ivóvízkészletet rejt. Vajon mindezt gyermekeink is élvezhetik majd? Hogyan fenntartható a Duna? Ha a fenntarthatóságról beszélünk a Duna kapcsán, akkor meg kell, hogy említsük nem csak a környezetvédelmi, természetvédelmi szempontokat, hanem gazdasági szempontokat is. A Dunán ma 42 vízi erőmű van, közülük 40 a Magyarország feletti szakaszon. Az erőművek alapvetően megváltoztatták a folyam lefolyási viszonyait. Átalakult a partmenti területek élővilága. Ezek kedvezőtlen környezeti változások és sokszor visszafordíthatatlanok. A vízi erőmű villamos energiát termel, hasznot hoz, érvelnek az erőművek gazdái. Milyen veszély fenyegeti a Vén folyót? Hogyan használjuk? A Duna a mi területünkön nem egy magas folyású folyam, hanem egy alsó folyású, tehát a Dunában rejlő víz energiának a kiaknázása az nem annyira jelentős. Itt szeretnék utalni arra, hogy mi 1992-ben kiléptünk a Bős Nagymaros gigantikus vízerőmű projektből, a szlovákok megcsinálták, el is terelték a Dunát 92-ben, 20 évvel ezelőtt, és ők termelnek áramot. Hogyha valaki megnézi azon a területen, hogy mi létesült, láthatja, hogy nem csak egy vízi erőmű van, hanem ott van Szlovákiának az egyik vízi paradicsoma, tehát ők nagyon sokat tudtak hasznosítani ebből a projektből. Én mégis azt gondolom, hogy 92-ben Magyarország helyes döntést hozott, hogy ebben a projektben nem vett részt. Magyarországon nem csak a megújuló vízkészlet, hanem az összes vízfogyasztás több mint felét is a Duna szolgáltatja. Ihatnak-e majd gyermekeink tiszta vizet? Talán akik figyelemmel kísérik a Dunával kapcsolatos ügyeket, láthatják, hogy a hajózás kontra természetvédelem az mindig konfliktusban van. És ha fenntartható módon akarunk ehhez közeledni, akkor mindegyik érdeket meg kell alaposan vizsgálnunk. És itt szeretném elmondani azt a tényt, hogy a Duna vajójában hajózható. Ellenben a hajózás nem megoldott az év minden napjában. 280 napig a Dunán mindenféle akadály nélkül lehet hajózni, de van olyan nap, ezeknek a száma úgy 80-ra, 60-ra tehető, amikor be kellene valamilyen módon avatkozni, és nem lehet teherhajókkal végig közlekedni a Dunán. A WWF jelentése szerint a globális felmelegedés, a túlzott vízkivételek, a mederszabályozások és a szennyezések veszélyeztetik földünk nagy folyóit. A Dunát viszont az erőművek építése és a hajózás fejlesztéséhez szükséges mederátalakítás fenyegeti. Nemzetközi szerződések nem írják elő, nem kötelezik Magyarországot, hogy ezt a problémát mindenképpen oldja meg, és a magyar politika, a mostani Orbán kormány azt a döntést hozta, hogy a természetvédelem, a zöld Duna az elébre való, mint az a hajózhatóság, és nem akarunk gátakat, illetve nagyobb fenéküszöböket építeni ennek érdekében a Dunán. Én azt gondolom, hogy Magyarország tud ezzel együtt élni, és mi azt a döntést hoztuk a jövő nemzedékek érdekében, hogy őrizzük meg a Dunát úgy természetes módon, ahogyan most is van, ne legyenek benne olyan emberi beavatkozások, amelyek aztán visszafordíthatatlanná tennének bizonyos folyamatokat. Ivóvíz, hajóút, sportolási terep, a természet csodálatos része. És még sorolhatnánk, mit jelent számunkra a Duna. A jövő generáció számára egyáltalán jelent majd valamit? Volt én sportolóként, úszóként lételemem a víz, és természetesen mindenki számára nagyon fontos a víz. A fenntarthatóság érdekében pedig tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy folyóinkra, állóvizeinkre odafigyeljünk, így a Dunára is, ami a fővárost metszi ketté. És ebben mindenki szerepet tud vállalni, ugyanis hogyha mindenki egy picit ezt hozzátenne, környezettudatosabban élne, akár a Dunát használva, a fenntarthatóság jegyében, a környezettudatosan, akkor biztos vagyok benne, hogy a fiatalabb generációra egy jobb, szebb, környezettudatosabb jövő várna. A Duna Európa második leghosszabb folyója, 417 kilométeren keresztül Magyarországon folyik át. Felelős gondolkodással, összefogással tudjuk megóvni természeti és környezeti értékeit egy mindannyiunk számára élhető jövő érdekében. Hogy majd gyermekeink is kipróbálhassák a folyami horgászatot, hogy részt vehessenek egy élményekkel teli hajóúton,
és hogy felfedezhessék, hogyan fodrozódik a víz, amikor kavicsot dobnak bele. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?